1997 óta eltelt 27 év, és a régen látott autó a csatornán pontosan 2 éve kicsit megújult, és nem én akkor 25 éves volt, simára 27 évesként, és 175 ezer kilométerrel később gyári közeli új állapotot kapott. Amikor megvettük, 2 éve, 2022-ben, mondhatjuk, hogy egy leharcolt állapotban volt, mert abban is volt. Bojrészeres, hátsó szárny volt rajta, én kis gagyicska felni, matricák elől, oldalt húzások és horpadások, amint lak kopott volt, szakadt kipufogóval, tényleg rengeteg minden volt, amit meg kellett csinálni. És hát akkor, abban a videóban azt mondtam, hogy 2022 nyár végére talán kész lesz. Na hát most értünk el abba az állapotba, amikor már talán én is úgy mondom, hogy nagyjából kész van. Üdvözlök sok szeretettel mindenkit ebben a mai videóban, ahol 2 év után megmutatom, hogy hogyan sikerült megcsinálni a 97-es Fiat kupémat. Szóval kezdjük a legelejéről. Ugye én is most felidéztem egy óráig, körülbelül megnéztem azt a videót, amit 2 éve csináltam. Hát sokkal összeszedetlenebbül volt elkészítve, sokkal rosszabb minőségbe, de hát az 2 éve volt, most megpróbálok egy kicsit jobbat letenni. Szóval kezdjünk is bele. Legfontosabb dolog volt az, hogy itthon magyar forgalmit kapjon az autó. Ugye akkor még egy P-rendszám volt rajta, azóta pedig, amint látható, a 4A-s 051-es számú rendszámot kapta meg. Próbáltuk, hogy direkt új rendszámot kapjon, és hát szerintem ez elég jól sikerült is, a 50. forgalomban lévő rendszám. Köszönjük meg az operatőrnek. Ugye a 001-et azt a múzeumban rakták, és ez az 50. amit kiadtak autóra. Az 51-es az... azt én próbáltam megválasztani, mert ugye, hogyha bárhol ilyen versenyzik, akkor az 51-es rajtszámot szoktam választani, szóval ez egy tökéletes kombináció lett így. Szóval ez volt a legfontosabb, vizsgán is átment, KTM, ilyen szigorított vizsga volt, megkapta a magyar forgalmit, és utána kezdődött a többi esztétikai dolog, valamint műszaki dolog. Ugye egy első ránézés is láthatjuk már, hogy végleg teljes fényezést kapott az autó, ugyanazt a gyári színet, ezt az Azzurro Portofino-t kapta meg, mint ami alapból rajta volt, csak most már nem hámladozik róla a lak, szerencsére. Az első szélvédőt nem csináltunk semmit, de az első fényszorókat viszont felpolíroztuk, és tényleg a fényezés részét nem is mondanám többet, mert mindenhol újra fényez a minden elem. A motorra később rátérünk, viszont ha jövünk ide körbe, akkor a előző 2 évvel ezelőtti videóban is mondtam, hogy néztem rá 2 fajta felnyiszettet, 2 ilyen ATS jellegű márkájú ilyen sok külős felnyiszettet. Azt hiszem, hogy sokkal jobb felnyit sikerült beszerezni, ugyanis ez egy gyári BBS felni, gyári Fiat BBS felni, ilyen agancsos jellegű. Ugye ez egy 97-es kiadás, erre ezt hivatalosan nem szerelték. Ezt a 2000-es évjáratú ilyen búcsú szériára szerelték, rakták rá, viszont találtunk egy ilyet a neten, és akkor végül ez lett a választás. Utólag sokkal jobb, mert legalább egy Fiat gyári felni van rajta. Hogyha tovább jövünk, ja, még nem jövünk tovább, a felnikhez ugye új gumi is társult, ami egy Toyo Proxxess TR1 márkájú és típusú gumi lett. Nagyjából árérték arányban ez volt a legjobb, szóval azért választottuk ezt, és amúgy tényleg jó. Voltunk már egy Hungaroringen egyszer vele, akkor mondjuk pont esős pályanap volt,
de tökéletesen teljesített ott is. Szóval most, hogy már tovább jövünk ténylegesen, tegnap jártunk vele a Ferrari Múzeumban, ugyanis itt vagyunk Olaszországban, ezt elfelejtettem eddig mondani, de egy családi nyaralás kereté között ezzel jöttem, és akkor, hogyha már Olaszország, akkor nyilván hozzuk haza, úgyis onnan hozták. Szóval tegnap voltunk a Ferrari Múzeumban, és dokumentáltuk, hogy kettő közös külső alkatrész is van a Ferrari-kkal, hogyha már ez a szegény ember Ferrari-aként van titulálva ez az autó. Szerintem úgy a mikrofont is eltakarod. Szóval, közös alkatrészek, az index, valamint hátul a Pininfarina felirat. Ténylegesen le is fotóztuk őket, majd tenni, de be tudok szúrni egy-kettő vágóképet róla. És hogy tovább jövünk, akkor nagyjából tényleg ezt nagy táblázatban is lehet látni, hogy volt egy húzás az oldalán, matrica nyomatok, és az most itt teljesen eltűnt. Már a régi videóban is említettem, hogy kapott egy hátsó fékrendszert, technikailag egy újat, felett újítva, mert akkor az elég ramaty állapotban volt, most ez azóta tökéletesen működik. Tényleg még azóta nagyon semmi dolog nem volt vele, mert mentünk, akkor volt benne 163 ezer kilométer, és most van benne ez a 175 ezer körül. Most fejben nem tudom, pedig az előbb szálltam ki belőle. De tényleg ez a 10-12 ezer kilométert mentünk bele azóta, és hát addig csak kibírja azt a fékrendszer. Hátul a négy lámpát köszönjük Levinek, hogy felpolírozta. Majd az elérhetőséget, ha megengedi, akkor berakom a leírásba, hogyha esetleg valakinek kell polírozni. Tényleg hátulról eltűntek, a szárny nyomtalanul eltűnt. Ugye akkor még ez a 8 szépen betömött lyuk volt itt. Hát azóta eltűnt és teljesen gyári valójában van itt. Szárnymentesen az autó. Ugye hátul is talán a legfakultabb része volt a lökhárító. A hátsó lökhárító, az is új fény kapott, valamint ez az embléma is nagyon ki volt fakulva. Úgyhogy ez is egy ilyen modellező festék kellett újra csinálva, de szerintem teljesen jó, szinte gyáriként tűnik föl. És abban a videóban, abban a bizonyosban azt mondtam, hogy nagyon ondás hangja van az autónak, ugyanis akkor le volt szakadva a kipufogó. Hát sikerült rá szerezni egy egészen gyári közeli, legalábbis kinézetileg gyári közeli, és hangügyileg is teljesen normális kipufogót. A kipufogó klinikánál volt ez megcsinálva, azóta is teljesen jól működik, hiszen másfél éve már lassan. Mi van még rajta, amit kívülről tudok elmondani? A Pininfarina feliratoknál belülről kiszedtük az üléseket, valamint a kárpitot hátul, ugyanis az a típus betegsége, hogy ugye ez a két Pininfarina felirat, ez kettő ilyen kis, hát mivel van ez? Stift. Ilyen stifttel van nyagva, belerakva a kaszniba, és ott befolyik a víz, valamint hátulról itt beleveri a koszt, és ott elkezd belülről kirozsdásodni, szóval azt megcsináltuk. Egy minimálisan már itt is elkezdett ilyen felületi rozsda lenni belül, szóval azt visszacsiszoltuk, és utána pedig lealvázvédőztük. Nagyjából így kívülről ennyi, menjünk a motortérbe. Ott nem változott nagyon sok minden, de mindjárt is nézzük meg. Szóval motorikusan teljesen ugyanaz maradt, szívó 1.8 változó szelepvezérléssel, valamint egy megtalálható nyitóval. Egy dolog nem változott két év alatt, mert az hát nem sikerült megtalálni. Nem is feküdtünk rá annyira, de nem is jött velünk szembe az a substituvingos teleszkóp. Az ugyanaz maradt. És
Lényegében kapott egy teljes olajcserét, szűrőcserét, hogy áttisztították a fékrendszert, és tényleg, amikor mondtam, vezérlést. Vezérlést is kapott, tényleg. És azóta lekopogom, semmi baja. És remélem, ez hazafelé is így lesz holnap, mert nem akarok a 42 fokban az autópálya mellett valahol várakozni. De tényleg eddig nagyon sose hagyott ott. Lesz egy kisebb bevágás vagy valamikor a közeljövőben, amikor mindjárt odaérünk, de nem lövöm le előre a poént. Szerintem ez ugyanolyan maradt, nem festettük át trikolorosra a motorteret. Gyári patinás. Legjobb. Mindig, nem tudom, egy 20 kiló biztosan ez a motorház, tehát, de legalább a szél nem fogja fel az biztos. Kapni, hogyha véletlenül rosszul záródna le. De nem tud lezárni rosszul, mert súlya leviszi. Tényleg, nézzük is meg belülről. Ugye, mint azt mondtam, hogy kész van majdnem. Szóval a majdnem az az apróságokra vonatkozik, ami például ott van, hogy ugye mi szoktunk járni vele ilyen oldtimer trophy versenyekre, ugye minden pontosságra, én 1/100-as versenyekre kell. 1/100 verseny, és akkor 100-100-adra kell berakni az autót, 100-ad pontosságra. Na, egy ilyen alkalmával szétesett a kuplung pedál. És amúgy is érett már rajta a kuplungnak a kinyomó csapágynak a cseréje, viszont a felső munkahenger, ugye azt mondtad, hogy szóval a felső munkahenger is megadta magát, és hát, hogy az adta meg igazán magát, és hát így szétfeszítette a kuplungpedált, és akkor sem hagyott ott, de akkor egy kicsit megijedtünk, hogy most hogy fogunk tovább menni, ugyanis egy felüljáró után álltunk meg, és hát segített a duct tape, meg a gyors kötöző. Azzal is összetekertük magát a szerkezetet, meg a pedált is, az hazavitt, meg be is fejeztük el a versenyt egész jó helyen, nem dobogón, de ahhoz képest, hogy így milyen konfigurációval mentünk, szerintem jól sikerült. Szóval igen, azóta kerültek bele, még a 2 évvel ezelőtti karácsonyra kaptam bele szőnyegeket, hogy ne a kárpitot taposuk, meg ne gumiszőnyeg legyen benne. Mondjuk a gumiszőnyeg annyira nem is releváns dolog, mert télen nem használjuk, akkor pihen. Lehetőleg a legjobb fűtött helyen. Szóval, apróságokat felsorolom, amik még úgy szeretnék megcsinálni rajtam. Itt az ülés, az már folyamatban van. Az ülés szeretnénk itt, van egy lyuk, és azt újra kárpítozni. Integet a cél. Igen, ott újra szeretnénk kárpítozni, mert hát mégiscsak szebb, meg ott már ki van ülve, egy kicsit látszik ott nem, a szivacsot sincsenek. Viszont ahhoz Ható Norbinak köszönöm szépen, hogy küldött egy üléshúzatot. Jövök egyel. Apróságok 2. Azt majd vágóképpen megmutatjuk, hogy ne szaladgáljunk át. A tanksapka, azt kell majd még újra krómozni. Valamint a váltógombot. Arról is lehet, hogy megtalálom azt a videót, azt bevágom akkor ide. Hogyha megtaláltam videót, akkor tudjátok, hogy nagyjából hogy cseréltem ki a váltógombot egy pár évvel ezelőtt. Ha nem, akkor pedig most elmondom gyorsan. Szóval ugye egy nagyon undorító váltógomb volt rajta meg váltószoknya, és hát szerettünk volna gyárias megjelenést találni hozzá. Gyári váltógombot még nem találtunk hozzá, de ha rászállom magam, akkor biztos tudunk valahonnan rendelni. Szóval eddig ez a fekete gomb, fekete szoknyát találtam rá, és ez talán jobban is illik bele, mint a, hát az a fos, ami ezelőtt volt. De problémát lehet gyárit szerezni, nyilván az lenne a legjobb. Szóval, ha valakinek van esetleg elfekvőbb, akkor nyugodtan írjon kommentet, mert válaszolnak rá. A külső fényezés alkalmával belül is a műszerfal újra lett fényezve. Ott a pirányfelem felett volt egy ilyen kis, hát ilyen éget. Hát ott hegesztették, javították, és annak látszott a nyomja. És akkor azt is így eltűnt. Valamint kapott még ilyen króm karikákat ide a műszerfalra. Nem tudom,
először azt hittem, hogy sok lesz, de amúgy tökéletes. Szerintem nagyon illik hozzá. Igen, nagyjából ennyi, ami ez a része. Szóval üljünk be, és akkor megmutatjuk körülbelül, belül. Szóval a kulcs az ugyanaz maradt. Addig az be is dugom. Most kicsit kosz van, amint már említettem, hogy két hete itt vagyunk, és nem volt nagyon rá alkalmam kitakarítani. Szóval ezért bocsánat. De a vágóképekhez ígérem, kitakarítom. Ami változott itt bent, az egyedül ez, azt már említettem, valamint a tetőkápit nagyon lógott, ami kezd megint nagyon lógni, de még csak picit lóg, azt majd meg kell csinálni. Egyszer mi megcsináltuk, de úgy látszik, hogy nem volt elég erős a ragasztó, és kezd már a tűző napon így leválni, főleg ezen az oldalon, de azt így remélhetőleg nem látjátok. Ja, a túloldalon is ott hátul, de mindegy. Azt még meg fogjuk rajta csinálni. Itt eszembe jutott, hogyha már ide-oda promó, akkor az autó járt a Zöld Pokol YouTube csatornáján. Nagyon szépen felkészült, nagyon ügyesen a Zoli. És tényleg tőle is köszönöm, hogy elvihettem oda és bemutathattam az autót. Ő is nagyon mindent átnézett, vagyis hogy előre kutatott minden információt róla. Szerintem gyere be, helyett először beindítjuk. És meghallgatjuk, hogy milyen az, amikor nem hondásan szól. Jó illat. Nagyon jó illata van. És így már nem legalább repetfazék hangja van. Most már beülhetsz. Szóval amúgy még került bele egy rádió, mert az nem volt bennem, és az egy rossz volt. Meg elől két hangszorú, mert azok is rosszak voltak. Így legalább van benne zene. Igen. Viszont most menjünk is, és induljunk el vele. Ugye, amint említettem, kapott egy új kuplunk kinyomó csapágyat, addig Adidas-t átveszem. És megmutatom, hogy itt, hogy 175.765 km van most benne. Ami ha évekre leosztjuk, akkor nem sok. De azért a szívemnek fáj, hogy 180 ezer fölé közeledik. Egy 27 éves autóval. Hát ha őszinte lennék, akkor ezt 180 ezerrel így letakarom, és csak nagyon ritkán használom. De hát azért van, hogy használjuk lényegében. Műszerek azóta is ugyanazok, és tökéletesen működnek. Mind a középsóra, mind minden. Itt a jobb oldali kis kezelőpanel szokott néha rekonstruálódni, de az sem funkcionalitás ügyileg, hanem hátul kiesik belőle az izzó, és akkor vissza kell rakni. Tényleg nagyjából ugyanez maradt. Minden elektronika, az a kevés is, ami van, működik benne. Egy dolgot kivéve. Ami a melegbe szinte elenyésző, nem is kell vele foglalkozni, de a klíma például jelen pillanatban hát gáz nélküli. Valószínűleg kiereszti a gázt. Volt vele egy olyan probléma, hogy hát nem ment a klíma az előző nyáron. Azt most nyár elején sikerült megorvosolni. Viszont hát nem működött túl sokáig, mert most meg a gáz fogyott ki belőle valószínűleg. Hát valahol engedi-e.
de azt majd hazamegyünk, és akkor majd utána csináljuk. Nem ez túl gyors folyamat, mert ezt meg a kappa is ott van, de majd idővel szépen... Jövő nyára meg lesz a klíma. Most már jövő nyára, most már jó lesz. És következő videó jövő nyára. Csak ne két év múlva legyen, ahogy ez is. Ja, szóval tényleg soha nem hagyott ott, sehol, és az élmény faktort azért tudja adni, még ezzel a 131 lóerő, hát újonnan annyi volt. Amúgy azt még szeretném megméretni, hogy valahol, hogy most mennyi van benne, mert például tegnap volt a csoportban egy olyan, hogy a gyári 220 lóerős turbós, 20-valahány éves autón, megvan még belőle 218 lóerő, ami szerintem nagyon-nagyon jó érték. Hát lehet gyárilag is annyi volt egyébként, 200, azért egy-két lóerő különbség van gyárban. Hát szinte alig veszített az erőből, és tényleg ezt is azért szeretném megnézni, milyen motor állapotügyileg is azért sokat tud mondani. És itt mindjárt, hogyha kikanyarodunk, mennyire lehet így belülről hallani, de remélem, hogy lehet, mert kurva jó hangja van. 3000 fölött nyílik ugye a változó szelepvezérlés, és az alatt amúgy nem is szeret nagyon menni. Mondjuk én szoktam belé gurulgatni, akkor például ilyen 2500 körül van, akkor szintén csak megyünk, de amikor úgy igazán szeret menni, az 3000 fölött még visszaváltva. Tényleg zseniális. Hungaroringen is, nem mondom, lehetne benne egy picit több lóerő, mert valamikor már elfogy például a Hungaroringi célegyenesébe, ott már kicsit lassabban gyorsul, de az élményt azt tudja, és nem kell vele gyorsan menni, hogy érezd a sebességet. Most itt öntjük egy kukás autó. Szóval addig érezzük át, hogy milyen Olaszországon egy olasz autóval csak úgy menni. Miközben kormal előttünk a kukás autó, csak egy picit. Tényleg ez kompatibilis még a könyöklés, és az új autóban már itt fölrakják mindenhova, nyilván sokkal biztonságosabb is, de így legalább stílusosan lehet még menni. A kormány is szerintem tök jó méretű, tök jó fogású, itt egy kis... Nem is fordul nagyon. Persze, igen, a fordulókő, köre, az te borzalmas. Tehát ez iszonyatosan nagy. Nem tudom fejből hány méter, de ha találok rá adatot, akkor kiírom ide. De tényleg nagyon-nagyon nagy. De azt tapasztaltuk meg ezeken az altermeres versenyeken, hogy ott van egy ismerősünknek egy 156-os GTA-ja, amiről, ha minden jól megy, akkor nyár végén fogtok majd videót látni. Annak is hatalmas a fordulóköre, mint az Abarthnak is, tényleg mindennek, minden ilyen olasz sportos valaminek rettenetesen nagy a fordulóköre. Fú, hát igen. Amúgy tök jó ez az ország, mert lehet, hogy rossz az út, de nem úgy rossz az út, mint otthon, hogy lyuk ki, hanem ilyen hullámzóan szar. Jó. Jó az. Még elfért. Persze, hogy elfért. A robogósok nagyon adják. Jön egy Aston Martin szempont. Mondjuk ehhez szíván szerintén olaszként felrejtettem volna, de mindenkinek olaszként. Mindenkinek a saját dolgára. És hát tényleg keveset gyártottak belőle,
alkatrészügyileg amúgy az elmúlt két évben tényleg semmi különösebben nagy gond nem volt. Egyedül ez az, hogy a kuplunknak ez a rugót kell bele találni, de már elvileg találtunk bele. Ha valaki tud ilyet, nem a rugót, ezt a két végén van, akkor jelezze. Igen, az, ami hiányzik most még a kuplunkban. Szerintem a Bravo Bravába is ez van. Itt visszafordulunk, és akkor tudunk még egy szépen rugózásügyileg otthon nagyon nem jó. Autópályán, ami jó minőség autópálya, vagy tényleg fasz a út, ott nagyon jó vele menni, de ha a magyar átlagot nézzük, akkor nem jó. Ott tényleg ott ráz minden, és ez nem az autó hibája, hanem főként az úté. És tényleg ott nekem sincs szívem, ami rossz úton menni. Szóval volt már rá precedens, hogy gyorsabb volt a rövidebb út, de inkább körülöntem, hogy ha szar úton kelljen vele menni. Hát tényleg nem szeretem, hogyha szétrázza. És tényleg itt életérzés ügyileg hibátlan lenne. Remélem, hogy még sokáig megmaradt. Tervek szerint igen. És tényleg, ha elfelejtettem valamit, vagy bármi kérdés lenne, akkor ki fogom egészíteni, valamint ti is kérdeztek a komment szekcióban. Köszönöm mindenkinek, aki segítette, hogy elérjen ehhez az állapothoz az autó. Tényleg Levinek is, Norbinak is, mindenkinek. És hát találkozunk majd a következő videóban, amin valószínűleg nem a kupéval fog lenni, hanem lehet, hogy más olasz autóval, vagy bármi más jellegűvel, az majd kiderül. Tényleg remélem, hogy tetszett ez a videó. Kérdés, bármi, komment szekcióban, like vagy dislike formában jelezzétek, iratkozzatok fel, kövessetek Instán, köszönöm, hogyha végig néztétek. Arrivederci! Arrivederci! Prima!